mekkora lesz az az összeg, ami az IKT szektorba érkezik a következő uniós ciklusban, és 300 milliárdot szoktunk hallani. Viszont az előadásában én azt hallottam, hogy azért ez ennél egy sokkal összetettebb dolog, mert 300 milliárd tisztán, de vannak egyéb dolgok is, melyek ezek? Ami nagyon fontos, hogy a 300 milliárd tiszta mellett van még egy másik tiszta forrás, ez a pénzügyi eszközök. Eddig erről kevésbé beszéltünk, mert itt olyan forrásokról van szó, amelyek visszatérítendőek. Ugyanakkor nagyon sok vállalkozásnak ez is segítséget nyújt, tehát garanciavállalás, hitelnyújtás, tőkeágon egy segítség, amit később vissza kell fizetni, de hogyha egy virágzó vállalkozás tud épülni, akkor ez ugyanolyan fontos. Ez tisztán, informatika szintén. Vannak más operatív programok, például intelligens közlekedés operatív programot tudnám kiemelni, vagy akár a vidékfejlesztésért felelős operatív programot, vagy a környezetvédelmit, ahol szintén lesznek infokommunikációs fejlesztések, ezeknek az összegét kell hozzászámítani. Itt részben nyilván szakmai fejlesztések is vannak, nehéz elválasztani, hogy mennyi része az infokommunikáció, ezért itt csak becslésekre hagyatkozhatunk. Most úgy látjuk, hogy 100 milliárd forint ebből összejöhet, és vannak a teljes kérdőjeles források, amikor például egy tudásgazdaság tárgykörben, vagy egy vállalkozás fejlesztési tárgykörben írnak ki pályázatot. Adott esetben, hogyha ezen a nyertes egy infokommunikációs vállalkozás lesz, akkor ez is tisztán infokommunikációs fejlesztés, de ezt csak utólag tudjuk megmondani. Hát ezért mondtam óvatosan, első körben 400-450 milliárd forintról beszélhetünk, de akár a 600, és megerősítette ezt egyébként az EVS képviselő, hogy akár 600 milliárd forint is lehet mindösszesen, ami utólag majd infokommunikációra fordítódik. Következő ciklusban melyek lesznek a hangsúlyos irányok? Úgy gondolom, hogy talán egy olyan összehasonlítást tennék, hogy ami eddig célként megjelent, de nem volt annyira hangsúlyos, ez a digitális kompetenciák fejlesztése, illetve a digitális gazdaság. Eddig a közigazgatási informatikát lehetett mondani a fő célpontnak. Úgy gondolom, hogy ennek a súlya továbbra sem fog csökkenni. A rendelkezésre álló források drasztikusan emelkednek, ezért ezekre a területekre is több fog jutni. Tehát az, hogy a digitális írás tudatlanság szintje csökkenjen, az eddig a stratégia szintjén jelen volt, voltak jó programok, jó kezdeményezések, de ilyen mértékű forrás, amit majd erre tudunk fordítani, eddig nem volt. Kicsit kilógott a négyes felosztásból a digitális infrastruktúra önnél, egy kicsit más szint kapott, és indokolja meg, hogy miért. Azt halljuk róla, hogy jól állunk az infrastruktúrával, nem feltétlenül kell ebbe esetleg pénzt beletolni, ön ezt egy kicsit másképp látja. Így van. Akkor mondhatjuk, hogy jól állunk infrastruktúrában, hogyha más, a többi területhez képes nézzük. Hát ha azokat a tragikus számokat nézzük, ami például a KKV-knak az infokommunikációs ellátottságában látható, vagy akár az állampolgárok digitális írás tudatlanságában, ahhoz képest jó az infrastruktúra helyzete. Nagyon sok területen azonban egyáltalán nem jutnak még hálózathoz, még mindig az állampolgárok, illetve az nagyon fontos, hogy a valódi sávszélesség, amivel már érdemi használatot tudnak elérni, az hiányzik, és az a jövőbeni sávszélesség igény, amit az új alkalmazások követelnek majd meg, hogyha tényleg komolyan vesszük, hogy egyszer központi szerveren futó alkalmazásokat fognak használni helyben a vállalkozások, ez jóval komolyabb sávszélesség igény kell, ezen a területen még nagy a lemaradás. Jó stratégiát jól megvalósítani csak akkor lehet, hogyha az ember tudja az előző ciklusnak, az előző éveknek a tapasztalatait, hibáit, milyen gyenge pontokat lát, amiken változtatni kellene. Én azt gondolom, hogy tervezésnél nagyon fontos, hogy ne különálló egységek tervezzék ezeket a projekteket. Nagyon sokan ugyanazt föltalálják. A jó irány az az, hogy amit meg lehet központilag fejleszteni, azt tegyük meg, és ehhez nagyon sok egyéb fejlesztés kapcsolódhat. Ilyen módon ezek az elkészülő alkalmazások, rendszerek tudnak majd egymással párbeszédet folytatni, és az a sok felesleges párhuzamos fejlesztés, ami korábban jellemző volt, az nem valósul meg újra.